lezárták az osztrákok a határokat a külföldről jövő vonatok előtt, tehát hiába akartak a menekültek vonattal kijutni, azt nem tehették, és nem tehetik most sem. Lényegében összeomlott a rendőrség a menekültek nyomása alatt, azt mondják, kevesen vannak. Megmutatjuk, hogy mit látott és élt át az, aki vonattal akart Ausztriába menni, amikor még mehetett. Susánszky Bence járta végig az utat. Ezekben a napokban a magyar-osztrák határon naponta több ezer ember kell át, különösebb ellenőrzés nélkül. Aki eljutott Helyeshalomig, eddig külön vonattal mehetett osztrák területre, ezeket a MÁV már nem biztosítja, így gyalog kell megtenniük a vasútállomástól az osztrák területre vezető utat. Először a településen mennek keresztül, majd egy picit az autópályán, és a végén pedig egy szervizúton jutnak át osztrák területre. Keleti pályaudvar, nem sokkal reggel 8 után. Ez az a vonat, mint később kiderül, az utolsó, amit még beengednek Ausztriába. Csak egy óra múlva indul, az már látszik, hogy az itt lévők töredéke fér csak fel rá. Az, hogy mi alapján szelektálnak a hatóságok, tehát kit engednek fel a vonatra és kit nem, rejtély. A sor nem lesz kisebb, ahogy telik az idő. Ez pedig már a vonat belülről. Rengeteg szabad ülőhely, van, ahol komplett sorok üresek. Az utolsó vagonban, bár látszólag nincsenek elkülönítve, találunk egy nagyobb csapatot, akik azt mondják, Szíriából jönnek. A fiamat kell tanítatnom, hogy jobb jövője legyen, mondja ez a férfi, de arról nem beszél, hogy pont ők miért szállhattak fel a vonatra, és a többiek miért nem. Tőlünk kérdezi, hogy számíthat-e arra, hogy a rendőrök leszállítják a határnál, ettől félnek a legjobban. Ez már Helyeshalom. A vonatról végül senkit sem szállítanak le a rendőrök. Egy másik, direkt a menekülteket szállító vonat miatt van a készültség. Ezen több százan utaznak. Ez a férfi azt mondja, dolgozni megy Németországba. Azt nem tudja, hol fog lakni, de mérnökként reméli, hogy egy autógyárban el tud majd helyezkedni. Magyar önkéntesek osztják a menekülteknek a vizet. Egyiküket nagyon zavarja, hogy az üres palackokat szétdobálják egyesek. Miért van az, hogy aki elfogyaszt valamit, az szétdobálja? Ez a tapasztalat? Hát igen, nagyjából ez, de hát nem tudom, hogy miért van ez. Ezt valakitől meg kellene kérdezni közülük. Meg is tesszük. Ez a férfi pedig elmondja a választ a sokakat érdeklő kérdésre. Szíriában a többség így él, szemetelnek maguk körül, ez 60 éve így szokás. Minket is nagyon zavar. Elmondja még azt is, hogy ez a típusú fegyelmezetlenség bizony jellemző a honfitársaira, de szerinte ezen nem nagyon lehet változtatni. Helyeshalom polgármestere azt mondja, állami segítséget nem kapnak, de igyekeznek állni a sarat, maguk takarítanak a menekül. Után. Mi is tanultunk tőlük, hogy mire rájött a település, illetve a segélyszervezők is rájöttek, hogy a szénsavas vizet teljesen felesleges odaadni nekik, mert ők nem ismerik a szénsavas vizet. Tehát ő ad abszolútum arra gondol, hogy egy alkoholos készítményt vett a szájába, és ugye köpik és dobja el azzal a csuklomozulattal, mert ő a vízhez van szokva, a normál sima vízhez. Közben jön a hír, hogy az osztrák rendőrök a lehetőségeik végén járnak, lezárják a határokat a vonatok előtt, nem mehet be Ausztriába külföldről érkező vonat. Azt mondják, ekkora tömegre nem voltak felkészülve. Ahogy ezt a pontot elhagyják, innentől kezdve az osztrák rendőrök feladata a menekülők és az Ausztriában élők biztonságának a fenntartása. Bár ezen a részen még csak néhány napja tart a válság, az osztrák rendőrök már összeomlást emlegetnek, azt mondják, túlságosan kevesen vannak, nem tudják fenntartani a biztonságos állapotot. Susánszky Bence, 7/24.